Christ will shine his light deep within you. How beautiful you are, my Father, I adore you more than anything I've ever loved before. You my being in you. How beautiful you are, my Father, I adore you more than anything I've ever. I'll have my being in you. Thank you, Jesus. Szeretnénk megköszönni a szolgálatát az André testvérnek és a feleségének a gyülekezet nevében, és megkérem Gyuszi testvért, hogy ezt a kis kanadai emlékezetességet adja át. Hallelujah. So I got a present here, but it's not mine. Igen, talán angolul is mondanám, hogy szeretném megköszönni a kedves testvéreknek a szolgálatokat. We would like to thank you in the name of our church that you have come and traveled. I know you made a little detour for us here, and we really appreciate that. And you were a blessing to us, all of you. Eugene too. You haven't been speaking too much maybe out loud here, but it was really great speaking to you. I'm sure a lot of other people share this with me. And we thank you for what God has put on your heart, what you were able to share, the songs that God has put on your heart, Marianne, and you could share those with us. And we wish for God to bless you richly as you go on in North America, anywhere you go, to be a blessing and for God to reveal himself more and more to you, through you, to other people as well, and for God to be a blessing through you and in you. And we really thank you, and we just wanted to share this little token of appreciation. Thank you. For each of us separately, a little one, some little something in there. God bless you. Szerettem volna még megosztani valamit, amit előbb megbeszéltünk itt a vezetőkkel, hogy a első szeretet gyülekezete meghívott minket, mint a gyülekezetet, mindnyájunkat, az ő hálódó ünnepjükre, jó és szombatra, szóval, hogyha szeretnétek menni, akkor nagy szeretettel várnak mindnyájunkat. Ugyanakkor ez szombaton, jövő szombaton este lesz 7 órakor a Jane Street-en. Ugyanakkor nálunk is lesz természetesen vasárnap, jövő héten hálóadó ünnep, és mindenkit nagy szeretettel várunk, hozzatok barátokat, vendégeket. Hiszem, hogy tudunk csinálni mindenkinek helyet, hogy együtt létben majd lesz egy kedves vendégszeretet, és ugyanúgy az üzenet is biztos, hogy arra fog szólni, hogy mi mindenért tudunk hálások lenni, különösen az Úrért és az Úrnak. Halleluja! És az Úr áldása legyen mindnyájunkkal, és átadom a szót Margónak, hogy befejezzük az alkalmat. Dicsőség az Úrnak! Szeretnélek megkérni benneteket, hogy ha a szívetekre helyezett az Úr adományt, amivel támogatni tudjátok a közösségünket, a közösség munkáját, hogy az evangélium terjedjen, akkor én hátraviszem a kosarat, és amikor ti úgy érzitek, akkor helyezzétek, amit az Úr a szívetekre adott.
Ezt akkor is tehetitek, amikor kimentek, és hogy hadd folyjon még egy pár percben a szolgálat. Akinek a szívére helyezte az Úr, vagy imád szeretnétek kérni, vagy szeretnétek, hogy a drága testvérek, akik egy hónapos úton lesznek még Nord-Amerikában, egész Kaliforniáig fognak menni a szolgálatukkal, viszik Istennek a felszabadító üzenetét mindenfelé, akkor lehetőség van arra, hogy imád kérjetek, imádkozzatok együtt, esetleg áldást mondjatok rájuk, vagy kérjetek tőlük a Jézus nevében. És alkalomnak vége lesz, akkor lent tovább folytatódik a beszélgetés, szeretett vendégség formájában. Ne rohanjatok el, van kávé, sütemény, szendvics, élvezzük együtt Isten jelenlétét, szeretetét, az ő közösségét, hiszen így áramlik Isten szeretete szívtől szívbe a Jézus nevében. Legyetek áldottak, és egy szerdán este 7 óra 30-kor lesz megint egy üzenet, egy találkozás, egy összegyülekezés, és jövő pénteken diszkó, dicsőítő diszkó az Úr Jézus nevében, és Thanksgiving alkalom lesz a jövő héten. Dicsőség az Úrnak! Vigyétek Isten szeretetét, kegyelmét, felszabadító üzenetét a szomszédotoknak, a családotokban, a munkahelyeteken és bármerre jártok. Legyetek áldottak a Jézus nevében! Te vagy, ki megváltottál, drága véreddel, hófehérre mostál, minden emlettél, tiéd egész lényed, ég a tűz bennem, csak érted élek már. Halleluja! Minden nap, Uram, rálok igényre, téged hívlak, légy a segítségem, vezess hát engem tovább a keskeny úton, add, hogy életem a világba tüzet gyújtsam. Halleluja! Minden nap csak érted élek, minden nap követlek téged, minden nap veled járok, Uram. Halleluja! Minden nap csak érted élek, minden nap követlek téged, minden nap veled járok, Uram. Minden nap csak érted élek, minden nap követlek téged, minden nap veled járok, Uram. Halleluja! Amen. És találkozunk szerdán, találkozunk pénteken, és találkozunk a jövő héten. Halleluja! Dicsőség mindenkinek. Amen. Thank you.